Közeledik a média privatizáció végső határideje. A mezőgazdasági termelők a támogatások kifizetésére várnak. Hallásvizsgálat a Topolyai Egészségházban. Új darabot próbálnak a marások. Köszöntöm kedves nézőinket, október 21-i híradónkat látják. A foglalkoztatottak kapják meg azon médiumok részvényeit, amelyeknek a magánosítása a második körben sem volt sikeres. Ezt Ivan Tasovac művelődési és tájékoztatási miniszter nyilatkozta újságírói kérdésre. A tárca vezető hozzátette, minden határidő ismert, ehhez fogják tartani magukat. A mostanáig állami pénzből finanszírozott helyi médiumok privatizációját nem halasztják el tovább, vagyis amennyiben nem jelentkezik rájuk vevő november 1-ig, a részvényekhez a médiumokban dolgozók juthatnak hozzá. Szerbiában 490 ezer bejegyzett gazdaságot tartanak nyilván, 20 hektárig járnak nekik az állami támogatások, viszont a költségvetésben nincs elég pénz a folyósításra. A mezőgazdasági minisztériumban 2,7 milliárd dinárt terveztek erre a célra, de ennél legalább ötször több pénzre lenne szükség. Az időjárási viszonyok miatt késik az őszi betakarítás és a vetés is. A gazdák minden bizonnyal kevesebb pénzt fognak költeni az őszi gabonák termelésére, mert a szárazság miatt kisebb volt a jövedelmük, de sokan a 6000 dináros területalapú támogatást sem kapták meg. 20 hektárig mindenkinek jár a 12 ezer dináros támogatás, de az államkasszában a kötelező 12-13 milliárd dinár helyett csak 2,7 milliárd dinárt irányoztak elő erre a célra. Snezana Bogoszávjevics Boskovics mezőgazdasági miniszter viszont azt ígérte, hogy évvégéig minden gazdaságnak folyósítják a tartozást. Az elmúlt hétvégén szervezték meg a zentagunarasi kukoricanapot. A kézi erővel történő kukoricatörésnek, a hagyományos eszközökkel történő szárvágásnak és a szár kupozásának nem juthatott főszerep az esős idő miatt. A Kistanya udvarán azonban idén is díszes terítéken felszolgált paraszt reggelivel várták az érdeklődőket a szervezők. Később 17 bográcsban babgulyás is főtt. A MAG Hagyományápoló Egyesület által szervezett 6. hagyományos kukoricanapot ezúttal kukoricához kötődő versenyjátékok és abból készült étkek versenye is kísérte. Első ízben a magyarországi Szolnokról és Gyuláról is érkeztek versenycsapatok. A hagyományőrző rendezvényen 5 csapat, 2 zentai, 1 szenttamási, 1 szolnoki és 1 feketetói jelent meg, melyek tagjai játékos vetélkedőkben bizonyíthatták ügyességüket többek között a helyi általános iskola diákjaival is egyetemben. A főzőversenyben a zentai Kőrösi duó lett első díjazott, a játékok sorában a feketetói művelődési ház csapata. A zentagonarasi Csipkerózsa kézimunka csoport hagyományos reggeliét díjazták első helyezéssel a zsűri tagok, a legszebb alkalmi dekorációért pedig első kitüntetett a Topolyai Orchidea kézimunka csoport lett. A gyermekek mezőnyében a helybeli Surányi Tamást és Kőrösi Viktóriát ajándékozták meg kiemelkedő teljesítményükért. A Mara Amatőr Társulat a hétvégén nagy sikerrel Temerinben vendégszerepelt. Folytatják a tájolást, de készül már egy új darab is. A temerini közönség is láthatta a Finito, vagy a Magyar Zombi című darabot a Topolyai Mara Amatőr Társulat előadásában. Műsorunk vendége sörfőző Károly, a társulat vezetője. Jó napot kívánok! Jó napot, üdvözlöm a nézők! Temerinben jártak. Milyen volt a fogadtatás? Igen, azt kell, hogy mondjam, hogy mozgalmas időszakot élünk a Marával, ugyanis az utolsó három hétvégére három felkérést is kaptunk fellépésre. 18-án, tehát vasárnap Temerinbe jártunk, teltház előtt játszottunk, és hát nagy sikerrel, nyugodtan mondhatom, ugyanis többször visszatapsolták a társulatot. Sokan megvártuk bennünket és gratuláltuk a fellépéshez. Én úgy éreztem, hogy a csoport már nagyon kiéhezett a fellépésre, ugyanis már több hónapja nem játszottuk a darabot, új darabot próbálunk, és ez az amatőrök számára, tehát a mi számunkra is mindig egy külön kihívás. Tehát amikor egy darabot próbál a társulat, egy másikkal, mi esetünkben a Finitóval pedig tájol, ez mindig nehéz feladat, és hát ez van most is velünk, ugyanis már másfél hónapja próbáljuk az új előadást.
Szivác, majd pedig Szabadka következik. Így van, 25-én a Szenteleki Napok keretében lépünk föl Szivácon, majd 30-án a Szabadkai Népszínház, tehát a Jadrán színpadán vendégszereplő társul. Finito, tehát akkor ennyi most a magyar zombiról, és akkor nézzük az új darabot. Az új darab, ott, amit említettem, már másfél hónapja próbálom, Kucsó Boris szerezte, egy fiatal szabadkai színészről van szó, ő nyerte meg ezzel a darabbal a Színházi Dramaturgok CH által kiírt pályázatot, a Vilmos díjat, tehát egy egészen friss, ropogós szövegről van szó, amit persze még senki nem vitt színpadra, ezt próbáljuk mi eljátszani, majd a rendező pedig ismét Körmőcő Petronella, akivel hát nagy sikerrel játszottuk, vagy nagy sikerrel dolgoztunk együtt a Finitóval. Esetleg felvillantunk valamit a szereposztásból, vagy a darabról bővebben, vagy maradjon ez meglepetés? Elmondhatjuk róla, tehát ez egy Bánátban játszódó, Bánáti kisfaluban játszódó darab, szamuráj, vagy szamurájnak öltözött emberek, gésa vagy gésának tűnő ikerpár, bosszúálló ikerpár, és sok más furcsa események és hát úgy mondjam lények borítják fel majd egy bánáti kisfalu életét, és persze a helyi médiát. Ezen a darabon keresztül próbálja bemutatni, hogy hogy is működne Bánátból egy szamuráj film akció, egészen konkrétan Zatocsi film, aki látta Zatocsi filmeket vagy filmet, az körülbelül tudja, hogy miről van szó, egy bánáti környezetben, de persze egy komoly társadalmi kritikáról van szó, tehát különösen a felnőtt nézők, hogyha odafigyelnek egy kicsit, akkor fel fogják ismerni, hogy tulajdonképpen a Vajdaságban, tehát a környékünkön zajló eseményeket mutatja be Boris egy ilyen ironikus hangvételű, fikciós tragikomédiában. Tehát zombi után szamurájok, és hát bele se merek gondolni, hogy mi jöhet még ezek után, minden esetre Sörfőző Károlynak köszönöm szépen, hogy eljött ide hozzánk. Köszönöm a lehetőséget. Hétfőn nyílt meg, és október 30-áig tart a régi, leírt, kiselejtezett könyvek vására a Topolyai Juhász Erzsébet könyvtárban. Munkanapokon 8-tól 17 óráig a könyvtár tetőtermében válogathatnak az érdeklődők a felkínált kiadványok között. Vannak szerb, magyar, de egyéb nyelvű kiadványok is, mintegy 3000 könyvből lehet válogatni. Az árak 10 dinártól indulnak, és nem haladják meg a 100 dináros összeget. A Segíts, hogy segíthessünk alapítvány szervezésében október 23-án pénteken balettestet tartanak a Topolyai moziteremben. Közönség elé lép a Topolyai Balettáns csoport, a Szabadkai Balettintézet táncosai, a budapesti Rádics Diana és a Topolyai Zsárko Pribákovics. A jótékonysági rendezvény 18 órakor kezdődik, a belépő 100 dinár. Megvásárolható a helyszínen vagy a művelődési ház irodájában. A bevételt a szegény sorsú gyerekek télapú csomagjának megvásárlására fordítják. A Topolyai Művelődési Ház megfelelő számú érdeklődő esetén utat szervez december 26-án szombaton Újvidékre, a Zdravko Csolić koncertre. A jegyeket a készlet erejéig mindenki önszervezésben megvásárolhatja, az értékesítési helyeken vagy pedig online. Bővebb tájékoztatást a Topolyai Művelődési Házban kaphatnak az érdeklődők a 024 713 515-ös telefonszámon. Holnap 9 és 18 óra között a Topolyai Egészségház orfülgégészeti osztályán Könnyítsük meg a kommunikációt, fókuszban a hallás elnevezéssel akciót szervez a Szabadkai Siketek és Nagyothallók Községközi Szervezete. Az akció keretében a hallásvizsgálatot követően a hallókészülékeket is ingyenesen leellenőrzik. Az akció védnöke az Újvidéki Audio BM. A Topola férfi kosárlabda csapata az elmúlt hétvégén 91-79 arányban legyőzte hazai pályán a Kulai Hajduk együttesét. A Topola táblázaton most 7. három fordulóban 5 pontot szereztek. A következő ellenfél idegenben a római szlovén. A mérkőzést szombaton 20 órától játsszák. A Topolyai női asztali tenisz csapat az elmúlt hétvégén 4-0 arányban legyőzte a fővárosi Novi Beograd csapatát. A következő ellenfél hazai közönség előtt a Nisi Josip Kolumbó.
A férfi csapata a második ligában zajló küzdelemben itthon legyőzte az újvidéki Radnicskit. A következő ellenfél idegenben a Zombori Zsák lesz. A lányok az első ligában, a férfiak a második ligában elsők. A Bajsa labdarúgó csapata a Szabadkai ligában versenyez. A csapat a táblázat közepén található jelenleg. Mondhatjuk azt, hogy van a topolyai csapatnak egy úgymond testvér egyesülete, ez a Bajsai labdarúgó klub. Nézzük, hogy ott milyen eredmények születtek. Hát sajnos a Bajsai labdarúgó klub a megnyert községi kupadöntő után valójában egy kicsit gyengébben szerepel. Hasonló a helyzet, mint a Topia csapatánál, és itt is hazai pályán történtek olyan vereségek és döntetlenek, amelyek hátráltatták a csapatot abban, hogy a táblázatnak az első pár helyének valamelyikén foglaljon helyet. Valójában az elmúlt mérkőzésünket egy-egy után, fél idő után 4-re veszítettük Feketicsen, és hát itt is az elkövetkező mérkőzésekben arra kell törekedni, hogy pontokat hozzunk, és pontokat szerezünk a hazai pályán ahhoz, hogy sokkal jobb helyezésen legyünk a táblázaton. Jelenleg a Bajsa csapata is tizedik, de hasonlóan a Topia csapatához itt is kicsi a különbség a második helyezett, valamint a kieső helyen lévő csapatok között. Csütörtök reggelre párásra, néhol ködössé válik a levegő. Napközben az időnként erősebben megnövekvő felhőzet mellett több órás napsütésre van kilátás. Csapadék nem lesz. Mérsékelt marad az észak-keleti szél. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 3 és 5 fok között lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 11 és 14 fok között valószínű. Péntek reggelre párásra, néhol ködössé válik a levegő. Napközben változóan felhős idő várható több órás napsütéssel. Csapadék nem valószínű. Többnyire gyenge marad az északnyugati szél. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 3 és 5 fok között lesz, a legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 12 és 14 fok között valószínű. Híradónk után megtekinthetik azt a videóklippet, mellyel a Topolyai Juhász Erzsébet könyvtárban működő Coder Klub tagjai vesznek részt az Európai Programozás hetének versenyén. A nézők is támogathatják a csapatot, hogy minél jobb eredményt érjenek el, méghozzá azzal, ha az interneten is megtekintik a filmet. Műsorainkat megtekinthetik a www.express.co.rs címen, a Régiórádiót hallgathatják, és további híreinket olvashatják a www.regioradio.co.rs honlapon, valamint követhetik híreinket a Facebook oldalunkon is. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, további jó televíziózást kívánok, viszontlátásra!